Trócsányi László vezeti a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási listáját. Közleményük szerint a két párt felkészült a kampányra. Hogy áll az ellenzék? Az Egyenes beszéd kontrában Krug Emilia mellett Barát József és Horváth Gábor kérdezi Molnár Csabát. Így van, jó estét kívánok a DKFV képviselőjének, és nektek is, és alaposan végig fogjuk beszélni a Fidesz meg a DK, ha már van EP listáját is, de azért először a tüntetésről, mert ugye az most zajlik, és majd 8 órakor meg átmegy egy momentumos megmozdulásba. Ön is innen oda megy? Mi a terv? Kezdjük csak, hogy jó estét kívánok. Igen, én is. Ugye ez egy összpárti tüntetés ma. Elmúlt pár napban sikerült megállapodni az összes parlamenti pártnak, néhány parlamenten kívüli pártnak és sok-sok civil szervezetnek abba, hogy egy teljesen közös tüntetést csinálnak. Ez egy óriási dolog. Ugye, ahogy vége lesz a műsornak, én is rögtön megyek oda. Ha jól értem, a Kossuth térre már nem érek, hiszen ők már elindulnak addig föl a várba, tehát valószínűleg csak a várban, tudok csatlakozni hozzájuk. Nagyon látszik az, hogy a karácsony közelsége sem képes leállítani ezt az elképesztő tiltakozás hullámot, ami kialakult a kormánnyal szemben. Varjú Laci barátom, akit ugye megvertek a MTVA székházában, ő lesz a DK szónoka majd ma este. Neki is és a többieknek is sok sikert kívánunk hozzá. No, és akkor ha minden igaz, akkor Várkonyi Gyulát tudjuk is kapcsolni a tüntetés egyik helyszínéről, amit majd mindjárt elmond, hogy melyik az. Szia Gyula, merre jártok éppen? Szervusz, Emily, köszöntöm az Egyenes beszéd kedves nézőt. Most hagyjuk el épp a bazilika épületét, amely innen is nagyon impozáns lesz. Most nem fogjuk megmutatni, a Bajcsi Zsilinszky úton haladunk, és talán a kollégám meg is tudja mutatni a tömeg végét. Hát pont itt van a vége a tömegnek, az eleje pedig valószínűleg hamarosan bekanyarodik az Alkotmány utcába, és visszatér a Kossuth térre. Némi csúszás van, és bár a Kétfarkú Kutyapártnak van időgép, ezt most nem vetették be, úgyhogy nem fogunk tudni 8-ra odaérni. Itt hatalmas tömeg van egyébként, meglepően sokan vesznek részt már ezen a rendezvényen is. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán igaz az, amit a Facebook oldalon meghirdettek, tehát nagyon sok ezeren vannak, nem akarunk persze becsülni, de az egész, ugye hát az a Bajcsi Zsilinszky út, az 6 sávos, itt ezen a szakaszon 7, és teljesen megtelt, teljes szélességében megtelt az út, és egészen az Alkotmány utcáig áll a tömeg, úgyhogy mi itt a legvégén vagyunk, folyamatosan követtük őket. Nagyon érdekes követeléseik voltak, ingyen sört azonban egyelőre nem kaptunk. Most lehet, hogy az ingyen forró te az jobb lenne, köszönöm szépen. És hát lehet, hogy akkor ezek szerint bevárja Molnár Csabát a tüntetés, mert hogy késnek. Bárhol lesznek csatlakozók. Csatlakozik. Milyen a megítélése megmozdulásoknak Brüsszelből, Strasbourgból, nem tudom, hogy merre járt az elmúlt napokban? Strasbourgra voltam múlt héten, mert strasbourgi plenáris hét volt. Nagyon sokan jöttek oda hozzám, európai parlamenti képviselők, vagy a bizottság környékén dolgozó emberek is, hogy Jézus Mária, minthogyha valami történne nálatok. Minthogyha nem az lenne, amit megszoktunk az elmúlt néhány évben, hogy van egy tüntetés, kicsit fellelkesülünk, aztán egy-két nap múlva itt szépen leül az egész, hanem mintha folyamatosan fel lehetne tartani ezt a hangulatot. Ebben nyilván közre játszik az, hogy most végre fontos, valós ügyek miatt van Magyarország a nyugat-európai sajtónak a címlapján, nem Orbán Viktor európa-ellenes politikája miatt kerülünk oda, hanem egy olyan dolog miatt, amire büszke lehet az ország. Ezért aztán nagyon jól tájékozott ebben minden nyugat-európai, európai parlamenti képviselő. Ő szerint miért pont most talált egymásra az utca és az ellenzék? Ideig a 8 év alatt miért nem sikerült, és most mitől sikerült? Nézze, én nem tudom elképzelni, hogy létezik ember, aki ezt meg tudja magának mondani. Hogyha igen, akkor azt hiszem, ő egy olyan csodálatosan okos valaki, akit még anya nem szült az elmúlt néhány évben. Fogalmam sincsen. Aki ezt előre megmondja, az szerintem nem mond igazat. Nézzük meg ugyanezeket a tüntetéseket. Szlovákiában ki gondolta volna, hogy egyszer csak a miniszterelnök elzavarásához tud elvezetni egy ilyen történet, vagy ami most akár Máltán történik, vagy Lengyelországban, ahol a kormányzó párt hatalmasat bukott az önkormányzati választásokon. Úgy néz ki, hogy előbb-utóbb mindig eljön az a pillanat, amikor már nem lehet bent tartani a szellemet a palacban. Valami ilyesmi lehet most is, úgyhogy én ezt meghagynám az elemzőknek, az, hogy ez miért jött létre. Nekem hadd legyen a politikus öröme az enyém. Végre megtörtént ez a dolog.
Az is kérdés persze, hogy az európai politikusok hogyan reagálnak. Ugye a zöld frakció Judith Sargentini szeretné megint bevinni az Európai Parlamentbe Magyarország ügyét, a közigazgatási bíróságokat, a rabszolgatörvényt, de lehet-e még bármit elérni az Európai Parlamentben? Ezerszer elmondtuk az elmúlt jó néhány évben, és ez ebből a szempontból nem változott, és nem is fog megváltozni. Nagyon-nagyon sok segítséget kaphat a magyar demokrácia az európai testületektől, az Európai Parlamenttől. Ilyen például az a jelentés, ami alapján ugye elindult az Orbán kormánnyal szembeni hetes cikkely szerinti eljárás, vagy általában azt kötelezettség. Hogy ez a csúcs. De azt gond... Ennél följebb nincs. De és itt a mondatnak a lényeg, amit szeretnék mondani, csak talán kicsit hosszú volt a bevezető, de az Orbán rendszert megdönteni azt itthon lehet, és azt a magyar emberek tudják megcsinálni. A magyar ellenzék, a magyar pártok, a magyar civilek, azok, akik most kimarnak az utcán, és vonulnak éppen a Kossuth térre, utána pedig föl a várba. Mindig óvom magunkat attól, hogy túl sokat gondoljunk abban, hogy milyen külföldi segítséget lehet kapni. Nem nekünk segít az Európai Parlament akkor, amikor ilyen eljárásokat indít, hanem a saját normál működése szerint ki akarja kényszeríteni azt, hogy Európának ne csak a nyugati csücske legyen egy jó világ, hanem itt nálunk is normálisan élhessenek vannak az emberek. Vannak ismerősei? Hogyne. Reagálnak másképpen, mint hogy szükségünk van a Fideszre, így aztán morgunk egy kicsit, de úgy megyünk tovább együtt, hogy a választásokon a Fidesz nekünk tudjon hasznot hozni. Ez lehet, hogy ez az én ismerkedési tehetségemnek a korlátját jelenti, de akiket én ismerek néppárti képviselőket, ők mind elképesztően kritikusak Orbán Viktor kormányzásával kapcsolatban. Ők, akiket ismerek, svédek, luxemburgiak, portugálok, spanyolok, ők mind azt mondják, hogy az, ami történik, az megengedhetetlen, és ők mind azon a párton vannak, hogy ki kell zárni a Fidesz az Európai Néppártból. De láthatóan, Weber úrat nem ismeri. De láthatóan nem ez a többség, bár ugye Weber úr, ne felejtsük el, nagyon hangosan kiállt az Orbán kormány elleni szankciók és a eljárás megindítása mellett, és a végén meg is szavazta. Ennél többet azért a néppárt csúcsjelöltjétől elvárni, azt hiszem nagyon nehéz. No, és mit tudunk a DKP listájáról? Mert hogy ugye a Fideszén már kész van, meg is szavazták, jóvá is hagyták. Ön például újra ez nem menne újra Brüsszelben? Vannak már pozíciók? Nincsenek. A mostani tervek szerint valamikor februárban fogunk mi dönteni a DKEP listájáról. Most éppen abban a szakaszban vagyunk, hogy gyűjtjük be a jelöléseket. Egyébként érdekes módon, talán nem érdekes módon, de a Fideszen kívül senki nem döntött még EP listáról. Azok az ellenzéki pártok, akikkel én beszéltem, ők mind január-február-márciusra hagyják ezt. Tehát a DK dolga ebbe a sorozatba illeszkedik. Talán a Fidesz volt, aki egy kicsit de azért előre... Ez egy versenyhátrány, akit előre... Nem hiszem, hogy versenyhátrány. Nézze meg a Fidesznek a listáját. Ön szerint bármiféle vonzerő, nem ránk nézve, meg nem a ATV tipikusan inkább ellenzéki szavazóira nézve, de akár a Fidesz szavazókra nézve van benne. Csupa Magyarországon ismeretlen politikus, néhány kivétellel, akik az elmúlt néhány évben Brüsszelben, Strasbourgban semmi más nem csináltak, mint Orbán Viktor napi parancsának megfelelően nyomogatták a gombokat. Ebben nem látok vonzerőt még a túloldalon. És ön kimenne újra? Természetesen. A magyar parlamenti mandátumon, amit tavaly megszereztem, azért mondtam le, mert inkább ezt a munkát szeretném. Kéri László az előbb néhány perc ezelőtt azt mondta, hogy hát végül is a Fidesz biztos, hogy elviszi a májusi parlamenti választást. Ott már csak az a kérdés, hogy hányan lesznek, 14-en, 15-en, 16-en, 19-en, 28-en, nem? És majd már a lakásokat válogatják Brüsszelben. Ennyire le van futva a dolog? Kéri László valószínűleg jobb jós, mint én egyáltalán nem tartom ezt lefutottnak. Az meg csak egy zárójel, hogy nem hiszem, hogy nagyon lakásokat kell válogatni, mert ha megnézzük az új EP listáját a Fidesznek, az az első 10 helyen két fő kivételével pontosan megegyezik a régivel. Régi, kipróbált, orbánista, megbízható elvtársakat küld a Fidesz újra az Európai Parlamentbe, vagyis valószínűleg már megvan a lakásuk, és nem kell helyette újat bérelni. De hogy érdemében is válaszoljak a kérdésre. Szerintem az EP választáson, mivel az egy tiszta listás választás, ugye eltérően a magyar parlamenti választással, ott a szavazatok többsége, ugye az ellenzék több szavazatot kapott most is a parlamenti választáson, mint a Fidesz,
az EP választáson a szavazatok többsége a mandátumok többségében is jelentkezhet. Én azt gondolom, hogy teljesen reális cél az, hogy az ellenzéknek több mandátuma legyen az EP választás hát, után, mint a Fidesznek. Feltétlenül, hogyha nem aprózódik el az alja ott nagyon a 2-3%-os pártok között. Így igaz, ugye ez mindössze csak két mandátum átrendezését jelenteni 2014-hez, az előző EP választáshoz képest. Ha két mandátum máshogy van, akkor már kisebbségben van a Fidesz. Az a lényeg, hogy kétségkívül azok a pártok, ahol nem látszik az esély arra, hogy elérjék az 5%-ot, nekik azért azt hiszem, hogy érdemes megfontolni valakivel mással való összefogás. Akik elérik az 5%-ot, ott nyilván az önálló indulás jobb, mert több mandátumot hoz a végén. De Kéri úrral kicsit vitatkozva, szerintem nem az, hogy nem lefutott ez a történet, hanem én igazán komoly esélyt látom annak, hogy az ellenzéknek több mandátuma tud lenni, mint a Fidesz. Van annak európai jelentősége, hogy a Fidesz az 50% alá szorul-e a magyar választóknál? Már hogy az Európai Parlamentben? Van, egyrészt ugye a matematika, de inkább én a jelképességére értem, hogy... Abszolút, abszolút. Ugye Orbán Viktornak és a kinti fideszeseknek a hatalmas mellénye az mindig azért van, mert minden szövegük befelé, az Európai Néppárt felé úgy kezdődik, hogy mi nyertünk a legnagyobbat. Valamennyi európai párt közül. Tehát a miniszterelnök valamelyik ilyen pénteki rádiószózatában mondta nem olyan régen, hogy most is arra készülnek, hogy ők legyenek a legnagyobb nyertes. Hát hogyan merészelitek ti bántani ezt a drága Fideszt, néppárti elvtársak, hogyha mi győztünk a legnagyobbat? Ezt persze nagyon pontosan tudja mindenki a néppártban, hogy ha győztök, az azért van, mert tipikusan csaltok, meg nincsen tisztességes választási feltétel Magyarországon. Hadd kérdezzek, ugye VK alelnöke, hadd kérdezzek egy DK-sat. Ugye a Median felmérést készített a 18-25 év közötti fiatalok politikai szimpátiáiról, és az derült ki ebből a felmérésből, hogy az önök népszerűsége ebben a korcsoportban nulla. Tudnak-e ezzel kezdeni valamit? Van erre valamilyen stratégia, hogy többen juthassanak ki, és ne kevesebben egyébként az Európai Parlamentbe például? Icipicit engedje meg, hogy pontosítsak, ugye nem végzett ilyen kutatást a Medián a 18 és 25 év közöttiekből, hanem egészen a nagy kutatásából kivették a 18 és 25 év közöttieket, tehát nem külön kutatás volt. Egy nagy, rendes, mindenkit érintő kutatás volt, amiben azt mérték, hogy a DK támogatottsága az történelmi csúcson van. Mióta a demokratikus koalíció létrejött, ilyen magas támogatottságot nekünk a Medián soha nem mért. Most a Medián ezen mérése szerint, amire ön is hivatkozik, a DK támogatottsága a tavaszi parlamenti választások óta 65%-kal nőtt. Mi vagyunk az egyetlen parlamenti párt, akinek ilyen hatalmas mértékben nőtt a támogatottsága. Ezt csak azért szerettem volna mondani, mert hogy mi alapvetően örülünk ennek a kutatásnak, mert pontosan azt méri, hogy a DK-nak az elmúlt fél éves politikája az rendben van. És nyilván van a másik fele ennek, hogy alacsony támogatást mérnek nekünk a fiatalok körében is. Nézem, mi nagyon sokat dolgozunk ezen. A demokratikus koalíció politikusait is fiatalítottuk az elmúlt időszakban. A demokratikus koalíció elnökének a chatbotja, ami egy olyan ugye modern kommunikációs módszer, amit rajtunk kívül senki nem használ még a pártok közül, abban 120 ezer feliratkozónál tartunk, aminek a jelentős része fiatal. Dolgozunk ezt ezen az ügyen. Meg a mi nézőinknek is, ugye itt arról, ez hogy a Facebookon, a Messenger alkalmazáson lehet Gyurcsány Ferenccel levelezni, receptet kérni, és mi egymást. És meg politikát azért tipikusan is, azért a recept az kevésbé jellemző. Szóval dolgozunk ezen az ügyön, de engedje meg, hogy azért a kutatásnak egészében hadd örüljek, az azt mutatja, hogy a DK nagyon jelentősen 200 ezer fővel növelte a támogatottságát a parlamenti választás óta. Igen, de az ellenzéken belül sem változtak különösebben az arányok, és az ellenzék és a kormánypárt között meg aztán végképp nem változtak az arányok. Tehát azért, hogy mondjam, a felmérések alapján az optimizmusnak lehetnek korlátai. Abszolút, a teljes ellenzékre nézve ez nincsen így. A Fidesz pici növekedése mellett az ellenzéki pártok a DK kivételével mindegyiknek csökkent a támogatottsága. A DK az egyetlen, aminek nőtt a támogatottsága. Ugye a Jobbiknak és az LMP-nek nagyon jelentősen csökkent, és a DK támogatottság növekedése az nem ellensúlyozza ezt a csökkenést. Ezért a kormány ellenzék viszonyát nézzük, ott nyilván ilyenfajta örülnivaló nincsen, de hát pont ezen dolgozunk, hogy a tavaszi EP választáson ez fordulhasson. Gondolom volt egyfajta munka megosztás önöknél is a DK-n belül, hogy itt a megmozdulásokon ki hogy vegyen részt, és Niedermüller Péter képviselte az EP képviselőket
Ernst-Tönt nem nagyon láttam ott az MTVL székházában, de hogyan tovább februártól például a parlamenti munka hogyan fog változni? Az elejére nézve a válaszom az, hogy természetesen, ugye ezt mi úgy szoktuk mondani mindig, hogy a grundfociban az a legrosszabb, mikor mindenki a labda felé fut. Ugye a profi focit azt különbözteti meg a grundfocitól, hogy a profi fociban le vannak osztva a feladatok, a grundfociban mindenki a labda felé fut. Mi is leosztottuk. Hárman, négyen, ide mennek, kette, hárman, oda mennek, négyen, oda mennek, hogy mindenhol meglegyen a DK-nak. Fiatalabb, és hát, hogy mondjam, fizikailag elég fitnek látszik. Nem önnek kellett volna az élen haladnia itt a biztonsági őrökkel szemben? Varjú Laci, Gréci Zsolti ott volt a biztonsági őrökkel szemben ebben a dologban. Én vagyok a DK ügyvezető alelnöke, ugye az az ember, akinek minden operatív tevékenységet szerveznie kell, ez az én munkaköri beosztásom, ezért aztán nyilván nekem ott kellett lennem, ahol ezt a tevékenységet szervezzük. Na de visszatérve a kérdésre. Most akkor ön fotelforradal már volt? Nem, én kint voltam az összes tüntetésen. Ott is kint voltam az MTV előtt, egész éjszaka, ahogy az kell. De hogy a kérdésére válaszolja. Ugye az a fantasztikus nagy újdonság minden korábbihoz képest, hogy végre az ellenzék képes együttesen fellépni a parlamentben. Ezért aztán bármennyire is furcsa hangzik most, és talán nem fogják félreérteni, mikor azt mondom, hogy hadd ne válaszoljak erre, mert pont a héten kezdtük meg az erről szóló egyeztetéseket. Más típusú parlamenti munkát fogunk csinálni februártól, aminek már körülbelül megvannak a részletei. Folytatjuk. Sok pénzbe fog kerülni önöknek? Már ami Kövér László büntetéseire? Azt hiszem, igen. A két ünnep között jövünk elő kezdeményezéssel, amit megint csak a teljes ellenzék, amit nem szabad elmondanom itt, mert a legfontosabb az, hogy az ellenzék közösen tudja ezt csinálni, és a jövő évi tüntetések folytatásának az előkészítése is folyamatban van. Tegnap előtt is tárgyaltunk ezzel a többiekkel. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon rendben lesz, talán van egy pici türelem, hogy ezt elmondhassuk majd. Van-e, itt a szervezésről beszél, de van-e stratégia, van-e valamilyen főcsapás irány? Ez az, amit nem mondhatok el. Nagyon-nagyon meglepő lesz ez a dolog. Nem csak önök fognak meglepődni, de reményeim szerint Kövér, Orbán és a többi jó ember ott a parlamentben, ők is érezni fogják, hogy az ellenzék keze az egyre súlyosabban lesz rajta vállókon. Ez átnőhet egy olyan ellenzéki kerekasztalba, ami a rendszerváltáskor is elhozta a változást? Nagyon remélem. Ezt hangosabban. Mert ez így annyira nem volt meggyőző, csak úgy mondanám. Így, de nagyon remélem. Így igaz. Köszönöm szépen a válaszokat, nektek a kérdéseket, és most jön Jakubcsán Gabriela, elmondja, hogy mik a témáknál lesz. Szia! Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsák Plusz. Olyan hölgyeket mutatunk meg önöknek, akik főnix madárként újra tudják kezdeni az életüket. A második témánkban pedig fust, egyre többen futnak, de vajon terápia vagy sport? Ezzel várom önöket 8 óra 30 perckor. Ezzel várjuk önöket, és akkor mondok minden tudnivalót. Itt az imént látták az élőképen, hogy nem sokára a két farkúak békemenete visszaér a Kossuth térre, és ugye onnantól a Momentum tüntetése veszi a kezdetét, és ott vannak a kollégáink. 21 óra 30 perctől egy rendkívüli híradóban számolunk be minden fontos részletről, addig pedig kövessenek minket a Facebookon, az ATV oldalán és az atv.hu-n is, mert hogy minden eseményt ott megtalálnak. És most az Egyenes Beszéd élőben elköszön erre az évre, de egy vadi új adással, felvételről 27-én Róna Jegon fogja majd önöket várni, és 28-án pedig egy best of válogatást kínálunk önöknek. Nagyon szépen köszönöm az egész éves figyelmet, és kellemes békés ünnepeket, szép estét!